Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Péntek, szombat, vasárnap. Itt ezek a kártyák mutatják azt, mi várható a pénteki napon. Valaki figyel benneteket. Mivel itt az érmék vannak, az lehet a munkahelyen. De az érméknek más jelentése is van, mutatja az értékeket. Tehát arra is számíthattok, hogy van egy férfi a közeletekben, figyel benneteket, és ti értékesek vagytok a számára. Ez a férfi még visszahúzódó, de figyeli az eseményeket, és hamarosan döntéseket fog hozni. Milyen döntéseket? Itt megvan a válasz rá. Egy kapcsolat, egy találkozás. A kelyhek mutatják az ő érzelmeit. Ő szeret benneteket, és azt mondani fogja, vagy érezni fogjátok ennél a találkozásnál. A négyes szám itt arra utal, számára fontos a biztonság érzete a párkapcsolat területén. Szombat. Itt ezek a képek mutatják, mi várható a szombati napon. Mi, hölgyek, meg kell, hogy tartsuk a belső egyensúlyunkat, várakozzunk arra, hogy ő jelentkezzen, vagy ő legyen nyitott az érzelmekre. Itt ezen a képen látható, itt egy szökőkút, egy forrás, ez a belső hangunk, a mi intuíciónk. Hamarosan lesz egy találkozás mély érzelmekkel, ezt mutatják itt a kelyhek. A tízes szám jelent egy új kezdetet, egy új életszakasz, egy új periódus indul. És itt a hold, ez jelenthet több mindent is, először is az anyaságot, az anyai érzelmeket, azon kívül a vágyakat, a reményeket, az álmokat. Előfordulhat az is, hogy ti megjelentek az ő álmaiban, mint például egy ilyen találkozás. A vasárnapi napon az történik, amit itt a kártyák mutatnak. Ő még fogva érzi magát ebben a labirintusban, és keres egy kiutat, egy megoldást. Ahhoz, hogy ő ezeket a döntéseket, amit most hoz, meg tudja valósítani, kell számára még egy kis idő. Ő vissza fog húzódni, de ennek ellenére minden rendben van, mert ez a kártya mutatja itt a találkozást. Ez a ház a háttérben azt jelentheti, ő óv titeket, vigyáz rátok, de nem csak az, hanem előfordulhat, hogy itt összeköltöztök, egy közös otthont jelenthet. Itt a kelyhek az érzelmekre utalnak, ez, amit ő most érez, és a kettes szám vagy egy párkapcsolatra, vagy egy szerződésre. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslásom. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!